Egy önéletrajzi film Vénusz és Serena Williams világhírű teniszbajnokokról, aminek a középpontjában Will Smith áll... Mi a f***? Richard király. A világon, akinek tévéje van valószínű, hogy tudja, de legalábbis hallotta ezt a két nevet. Vénusz és Serena Williams. Amit ezek a lányok letettek az asztalra, azelőtt a hétköznapi halandók emelhetik a kalapjaikat. Aki esetleg nem tudná, mind a kettő lány négyszeres olimpiai és 23-szoros Grand Slam bajnok többek között. Vénusz ezen felül a második fekete nő, Althea Gibson után, aki Grand Slamet nyert. De mi az, ami a két fekete lányt a Los Angeles-i gettóból arra ösztönöz, hogy az egyik legfehérebbnek számító sportba belevágjanak, és éveken át dominálják azt világ elsőként? Nos, a család. Család... Nem, nem dom. Nem, nem is. Szt, szt. Szóval a család. Nem, Esz már! Szóval a szülők. Richard Williams és Orakin Price, akik már a gyermekeik születése előtt eltervezték mindegyik életét, hogy ne a szomszédsághoz hasonlóan drogos bandatag vagy prosti legyen belőlük. Amire Comptonban volt, és van is esély bőven. A két lány és a másik három testvérük szigorú szabályok között élték az életüket, amiben a főszerepet a fegyelem, a gyakorlás, a tanulás és az alázat kapták. Amit Richard be is vasalt keményen. Baszki, ha mindenkinek ilyen szülei lennének, már rég kolonizáltuk volna a marsot. Szóval a történet szerint Richard Williams Comptonban él családjával, ahol az átlag életkor lényegesen alacsonyabb az országos átlagnál, Ilyen szépen sem fogalmaztam még a gettót és az ottani gyilkosságokat. El akarja kerülni, hogy a lányait is felörülje az ottani életforma, ezért az iskolában és a sportban látja számukra a jövőt. Két állásban dolgozik, és mellette edzi a két legtehetségesebb lányát, Vénuszt és Szerénát. Tudja, hogy ahhoz, hogy a lányai magasabb szintre lépjenek, profi edzőre van szükségünk, ezért hajtja a lehetőségeket, számtalan elutasítás után Vénusz egy Los Angeles-i edző a szárnya alá veszi, azonban mivel Szerénát sem akarja kispadó hagyni, videóra veszi Vénusz edzéseit, és otthon megtanítja Szerénának. Vénusz ifjúsági versenyeken kezd részt venni, ahol megmutatja tehetségét, ám nem sokkal később Szeréna is belevág, és bizonyítja, hogy nincs sokkal lemaradva a testvérétől hosszas küzdelmek, vér és veríték árán eljutnak Floridáig, ahol a két lány igazán kiengedheti a szárnyait, és azokká a példaértékű sportolókká válhattak, akiként ma ismerjük őket. Richard az útjukon végigkíséri őket, sokszor látszólag az érdekeik ellen dönt, nem engedi őket versenyezni, ugyanakkor az élet másik részén, iskolában, zeneórán, nyelvórán hajtja őket, mindezt azért, hogy kihozzák magukból a maximumot a maga korában is megosztó személynek számított Richard Williams, ma egyenesen felnyársalná a Twitter és a progresszív balliberális oldal. Persze a film jó rálátást ad arra is, hogy mi ennek a hajtásnak az árnyoldala. Hogy sokszor bármennyire is jót akarunk, nem szabad a ló másik oldalára átesni, mert a szenvedélyt úgy hamar meg lehet ölni. Will Smith játsza Richardot, és le a kalappal. Nagyon oda teszi magát, dolgozik azért az Oscarért. Demi Singleton alakítja a fiatal Serena a williams és Sunny Sidney alakítja a Vénuszt. Igaz, a film főként Vénus és Richard kapcsolatára fókuszál, azonban Demi és Will Smith nagyon jól játszanak egymásról. Will cipeli persze a hátán a filmet, és olyan karizmát tesz a szerephez, amit nem mostanában tett Vászonra, látszik, hogy igen komolyan vette a szerepet, és meg is lett az eredménye sok jelenetben hagymát pucolnak a film közben, mert megrikatja az embereket. Nálam nyolcat ért meg a tízből. Elgondolkodtat a család, a megfelelő követelményrendszer és a nevelés fontosságáról, az alázatról és a keményen való küzdésről. Mert az életben nincs semmi ingyen, de minden épeszi szülő merem remélni, azt akarja, hogy a gyereke megállja a helyét, mindenhol, minden körülmények között. Hogy ahhoz mi a legjobb út, minden gyermek esetében más, egy biztos, nem az, hogy mindent megengedünk, elnézünk és ráhagyunk a gyereknek. Nagyon pozitív üzenete van a filmnek, bátran ajánlom mindenkinek. Most jöttök. Láttátok a filmet? Mi a véleményetek róla? Melyik a kedvenc Will Smith filmetek? Bármi is a válaszatok, azt hagyjátok lent a komment részben. Ha tetszett a videó, dobjatok rá egy lájkot, ha még nem vagytok feliratkozva, iratkozzatok fel a csatornámra. Hamarosan ismét találkozunk. Sziasztok!